Üdvözlöm a kedves nézőket a Hungarian Formula Series francia futamán, ami hát vides pályán zajlott, ugyanis nagy esők voltak a futam előtt, így a pilótáknak elég nehéz körülményekkel kellett megküzdenie. De miközben már lemaradtunk arról, hogy ugye már kiírták a rajtsorrendet, ezért én elmondanám, nagy meglepetésre az időmérőn első lett Szaka, aki a képen látható, mögötte Tamás András, majd Berger, Turcsik, Géci, Balázs Krisztián, Gályár Balázs, Zilai, Nácz, Szabó, Balog, Szabó elég hátul van. Ennek az volt az oka, hogy azt mondta legalábbis, hogy nem akart balesetekbe keveredni az elején, ezért szándékosan indul ilyen hátulról. Aztán Somogyi, Stifler és Sedi, a felállás az utolsó. Nagy meglepetés, hogy a két McLaren lett az első, akik új pilóta felállással érkeztek ide. És rögtön meg is szerezték az első sort. Nos akkor, hogy átvált zöldre a lámpa, akkor elindulhat a mezőny. Ez ebben a pillanatban megtörtént, úgy látszik a két McLaren, jól ott Tamás András beragadt, és ott az egyik Renault el tudott jönni nagyon szépen. Ha jól látom, mindenki rendben eljött az első kanyarokban, ott az egyik Honda kicsúszott, szerintem Géci volt az. Nem, Nácz! Nácz Attila a 9. helyre, ott az egyik Super Aguri került közbe bajba. És Szaka szépen eljött, megtartotta első helyét. A másik McLaren pedig eltűnt. Szó szerint Tamás András nagyon elrontotta a rajtot. De Szaka már is hajt a győzelem felé. Nem késlekedik. De nézzük a második helyet zajló csatákat. Már is Turcsik van a második helyen, hogyha jól látom. A képen pedig most Balázs Krisztián hátsó kameráját nézhetjük, és Tamás András üldözi. És most a McLaren-es bepróbál nézni, de innen nem fog előzni. Majd itt a hosszú egyenesben az első kanyar kombináció után talán szélárnyékból ki tud mellé bújni. De egyelőre még messze volt, az egyik BMW jön ki a boxból. Hopp, ott kicsit lement a fűre és kicsúszik! Kicsúszott Tamás András! Ott vége, hát bele a gumifalba. Hoho, az egyik McLaren futama így elúszott. Hát az a kocsi ott az annyit kapott. Közben pedig már Géciz. Figyelhetjük a képen. Mögötte Gályár Balázs érkezik nagy lelkesen. Ó, most ahogy látom, átkapcsoltunk kicsit a hátsó régiókra. És Szabó és Gályár Balázs küzdelmét láthatjuk. Annyira nem hátsó ez a negyedik, ötödik hely, vagy az ötödik, hatodik pontosan nem tudom. És Gályár Balázs lecsúszott az ívről, és Szabó is megy utána. Az szép. És Gályár megint lecsúszik, Szabó ide már nem megy, és meg is előzi. Viszont Szabónak most tempóznia kell, hogyha nem akarja, hogy Gályár megelőzze. Mindig Gályár és Szabó. Érzéseim szerint ez a Renault az gyorsabb, mint a Super Aguri. És Szabónak itt most félnie kell, igen, mondom. És most itt a szélárnyékban meg is lesz szerintem, most benne tud menni mellé. Nem merte bevállalni rövid féktávod. És Szabó még mindig tudja tartani a helyét. Sokoknak elég nagy gondot jelentett ez a pálya, itt Szabó közben kimegy a pályáról. De azért a legtöbb pilóta mégis meg tudott vele birkózni, és Szabó és Gályár összeértek, ha jól látom. És Szabó mellett most Gályár szépen el is tudott menni, kihasználta, hogy Szabó hibázott. Most Gályár is elrontja. És Szabó most bemegy mellé, most be fog menni, és bent tartja az autót, és megcsúszik! Az mekkora volt ott! Fuhú! Szabó, most! Hopp, és megint összeér a két autó! Micsoda csata van itt! A két bajnoki címre esélyes pilóta egymással küzd,
és fej-fej mellett szinte már. Ugye Szabó az első 45 ponttal, és mögötte Gájár le van maradva 5 ponttal, tehát még ez az egy pont is sokat számíthat, úgyhogy itt szó szerint tétre megy a meccs. Szabó most be fog nézni mellé, és Szabó sokkal rövidebbet fékez, és bent tartja az Agurit. De visszaelőz. Gájár vissza tud előzni innen. Most megint egymás mellett, de Gájár van belül, és ő van jobb helyen, igen. Önő hátsó kameráját figyelhetjük most. De Szabó tudja vele tartani a lépést, és a komputer szerint szépen lassan közelednek Gécihez. Géci is bajban van, és most Szabó megint ugyanott néz be! Két körön belül ugyanott, de megint nem sikerül neki. És Gájár most lecsiszik az ívről, és Szabó megint megy vele, hát... utánzás vagy mi? Kérem szépen! Úgy látszik, most Gájár át tud menni Szabótól. Úgyhogy lehet, hogy itt véget is ért az izgalmas része a futamnak. Bár szerintem még fogunk látni csatákat bőven. És úgy látszik, az operatőr megjeleníti nekünk a most eléggé szenvedő BMW-t. Perger már kiesett, hát csak Stifler van versenyben. És úgy is épp, hogy még futamban van, és megcsúszik! És neki a falnak! Bizony neki, és letört a felfüggesztés. Igen, Gájár, Szabó. És mit csinál? Visszafelé a pályán.